A 70. évfordulón hivatalos közlemények jelennek meg, ahogy ez így minden évfordulón szokott lenni. És hát nem hivatalos közleményekben pedig beszélgetünk a múltról, a jelenünkről, és ezáltal a jövőnkről is, akkor, amikor mondjuk a történelemről beszélgetünk. Ungvári Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét. Ez most az emlékezés enciklopédiája, vagy a felejtésé? Mit hát vegyünk ki? Miután én két enciklopédiát írtam, egyik a feledés, másik az emlékezés, hát mind a kettő, vagy ez legalábbis ez lenne. Ennek az emléknapnak, ami ma van, ez Auschwitz felszabadulásának az emléke. Ahol, ha valakinek nem tetszik, majd szól, 300 szovjet katona, orosz katona adta az életét, hogy egyszerűen odajussanak azokhoz a haldoklókhoz, akiből ott 6000 ember maradt. Akiket ugyan el akartak indítani ide-oda, de nem tudták már, és a haldoklókat igenis felszabadították. Azt is kell tudni, hogy ezen a napon Auschwitz-Birkenau-ban az izraeli Knesset nagyon sok tagja ott volt, együtt a lengyelekkel, és a megemlékezés az eluralkodott ezen az eseményen. Mi annyit jelent, hogy nem elfelejteni kell ezt az eseményt, hanem beépíteni a kultúrába, az emlékezet kultúrájába, mert az az emberi identitásnak, az emberi méltóságnak az emlékezet adja meg így a gerincét. Ungvárit fogok plagizálni, amikor azt mondom, hogy a világtörténelem attól egységes, hogy a történetek egy-egy láncszemet adnak. Ezek a láncszemeket nekünk, itt már befejeztem a plagizálást, kötelességünk egy ilyen lánccá összekapcsolni, mert különben csak szétguruló pici láncszemeink vannak, és nem szabad hagyni, hogy ne legyen meg az egész lánc, ne legyen meg a láncolata a történelmünknek, a világtörténetnek, a saját történetünknek. Hogy látja mostanában ezt a láncépítést, vagy szemeknek a felfűzését? Afelé haladunk, hogy ezek összeálljanak egy lánccá, vagy pedig, hogy végérvényesen, vagy hosszú időre szétguruljanak a szemeink? Hát itten az emlékezet sajnos fölidézi azt a Magyarországot, amelyik megkülönböztetett embereket, vagonokba zárt embereket, és éppen Auschwitz-Birkenau-ba küldték el a magyar vidéki zsidóság zömét, a nagyját, több ezer embert. A Karsai László, akit nagyon tisztelek, azt mondta éppen ma az ATV-ben, hogy Auschwitz a legnagyobb magyar temető. És ebben a legnagyobb magyar temetőben kellene nekünk, ahogy Orbán Viktor is mondta, megbékélés és emlékezés. Csak az a nagy baj, hogy ebben a megbékélés és emlékezés folyamatban nagyon-nagyon sok érdek és emlék sérül. Nagyon kevesen tudnak egyetérteni azzal, hogy 1944. március 19-e óta Magyarország teljesen elveszette a szuverenitását. Nem igaz. Horthy Miklós ott maradt, ő maga intézkedni tudott, és ha be tudták a vagonokba zsúfolni 400-tól 600-er embert, én számokkal nem vitatkozom, akkor megvolt az a szuverenitásuk, hogy összetereljenek embereket és gyilkoljanak. Na most ez nagy szuverenitás, az emberi életek fölötti uralom, az a legnagyobb szuverenitás, mert ez erre törekszik minden diktatúra. Ma megoszlik a magyar társadalom. A társadalom egyik része nem akar tudni arról a folyamatosságról, ami sajnos megvan. A társadalom másik része pedig attól fél, hogy a Horthy korszak visszaidézésével egy újabb elnyomás jöhet, vagy ha nem is elnyomás, legalábbis megkülönböztetés. Azt se felejtsük el, hogy itt van Magyarországon, természetszerűleg, és nem mondjuk azt, hogy mindenütt van, mert ez nem igaz, de van egy olyan szélsőséges radikalizmus, amelyik ha nem is a zászlajára tűzte az antiszemitizmus, de elég ügyes ahhoz, hogy antiszemita legyen anélkül, hogy felelősség legyen vonható. Tehát egyfelől van egy nagyon kemény antiszemita mag, másfelől pedig van a sunnyogó kettős beszéd, hogy mi meg fogunk emlékezni, minden nagyon rendben lesz. Nem tudom, hogy miért kifogásodik az, hogy lesz egy szobor a Szabadságtéren. Hát ez a szobor az az ártatlanságot és az áldozatokat, és mindent jelképez, kivéve azt, amit kellene. Na, igen, tehát végül kikötött oda, ahhoz a jelenkorunkhoz és az elmúlt napok eseményeihez,
aminek kapcsán nekem eszembe jutott az ön láncos, illetve szemes hasonlata, láncszemes hasonlata, amit én aztán már tovább fűztem, hogy ezeket a láncszemeket nem szabad hagynunk elgurulni. És én itt most a jelen történetünkre gondoltam, és a jelen hírekre gondoltam. Tehát akkor, amikor az elmúlt héten a közbeszédet az uralta, hogy vannak történészek, akik úgy gondolják, hogy 1941-ben egy idegenrendészeti kérdés volt, tehát tényleg papírok rendben nem léte miatt toloncoltak, kideportáltak embereket ebből az országból, vagy azért mindegy, mi volt a papírjukon, mert zsidók voltak. Tehát, hogy milyen láncot tudunk mi ebből fűzni, hogyha még a vitáink itt tartanak? Vagy miért gondoljuk azt, hogy Gabriel Arkangyal méltóképpen ezen a szobron, méltóképpen szimbolizálhatja Magyarországot, mert hogy Magyarország ártatlan, vétlen volt, és meggyötörte a nagy csúnya gonosz sas. Hát ez a nagy baj, tudja. Először is ez a bizonyos Kamenyec-Podolszki eset. Kenyérmezőről bevitt emberek, akik aztán ott érték a végzetüket. Mi Kárpát aljáról örököltünk, amikor elfoglaltuk, számos több ezer, több tízezer zsidót. Ezek azért nem kaptak valamikor állampolgársági papírt, mert zsidók voltak. És akkor számon kértük rajtuk azt, hogy miért nincs állampolgárságuk. És akiket deportáltak akkor, és igyekeztek megölni, sőt meg is öltek, azok egy éppen Magyarország nagyobbítása, revíziója miatt kerültek ebbe a csapdába. Nem csak úgy ide szaladtak, mondjuk lengyel zsidók, vagy Szlovákiában zsidók, hanem ezek a magyarság bevonulása után kerültek 41-ben ebbe a csapdába. Aki azt mondja, hogy ez rendészeti eljárás volt, az megalázza ezennek az emlékét. Na most nézzünk szembe a mai aktuális politikával. De aki mondja, az nem akárki mondja, hanem egy államilag finanszírozott, nem kis pénzből finanszírozott új történelemtudományi kutatóintézetnek a vezetője. Tehát nem Holga, nem pénz, a pénz senkit nem tesz történészé, senkit nem tesz megbízható emberré, senkit nem tesz a magyarság barátjával, a jelenségévé. Aki ezt a mondatot mondta, az először is történészként vizsgázott le, mert azt mondja, ez volt a korabeli szóhasználat. Mi nem használjuk a végső megoldást arra, aminek az ünnepe ma van? Holott az is egy eufemizmus, takaró kifejezés, az idegenrendészeti eljárás semmilyen módon nem igaz erre. Én most nem arra gondoltam, hogy vajon szakásánőr jól keres-e, avagy sem, mert nem érdekel. A pénz itt abból a szempontból érdekes csak, hogy ennek az intézetnek van, lesz pénze kutatásokat végrehajtani, vagy kutatómunkát végezni, ami egyrésztről idáig örömhír. Ha minél több helyű, több kutató, több intézet, több pénzt kap, akkor annál könnyebb, vagy annál eredményesebb lehet a munkájuk, a lehetőségeik talán szélesednek. De itt arról van szó, hogy ha már a főigazgató a kijelentései után elnézést kért, akit megbántott ezzel, de nem azt mondta, hogy emberek, mit mondtam, nem is értem, hogy történetet, tehát ilyenről nem volt szó, akkor az embernek fenntartásai vannak, hogy milyen kutató munka fog majd ott folyni közpénzem. A jövőt nem tudjuk, de a múlt is elég, méghozzá elég arra, hogy Szakály Sándornak a becsületén csorba esett, a történészi hitelén csorba esett, és ha jól tudom, akkor a zsidó közösség egy nagy része azt követelte, hogy ő mondjon le a főigazgatóságról. Ez az ügy még nem végződött, mert a zsidó közösség egy része, azt három követelése van, nem bíznak abban, hogy Schmidt Mária vajon az újonnan épülő sorsok házának a építését és az ottani tantermeket helyesen felügyeli, az ő alkalmasságát kétségbe vonták. Kétségbe vonták Szakály Sándor alkalmasságát, és kétségbe vonták, hogy ez az emlékmű alkalmas-e arra, hogy reprezentálja azt, aminek ma üljük az ENSZ által kihirdetett ünnepét. Na most a nagy kérdés az, hogy vajon a zsidó közönség egy nagy része részt fog-e venni a saját gyászmunkájában, vagy esetleg nem fog részt venni. Erről mit tudunk? Mert az elmúlt hét még vagy a hallgatással, vagy a töprengéssel telhetett el. Hát a töprengést azt tudjuk, és én joggal gondolom, hogy töprengenek. A rossz hírem is van, méghozzá az a rossz hírem, hogy ennek a közösségnek a felhívása közben
meghívták Karsai László történészt. És akkor ott nem jelenlévő egykori elnök, most nem régiben leváltott elnök, írt egy levelet, és bocsánatot kért Karsai nevében Schmidt Máriától, akivel ugye nem értenek egyet. Most aki ilyen levéllel jelentkezik újra hivatalba, vagy valamivel, az egy veszélyes ember. És ez a veszélyes ember nyilván ott fog ülni ennél a döntésnél. Tehát jelentem, hogy a világtörténelem folyamatban van, és a világtörténelemben mindig voltak hősök és árulók. Hát a világtörténelem az muszáj folyamatban lenni. Ha nincs folyamatban, akkor az már világvégének hát szoktuk nevezni. Szóval nem tudjuk, azt hiszem, hogy ez egy nagy belső és lelkiismereti harc, de örömmel jelentem, hogy vannak, akik elfogadnak minket árulni. Nem pénzügyi harc. Ez hogy lenne pénzügyi harc? Hát, hogy most akkor lesz állami támogatás ilyen is ilyen rendezvényekre, vagy sem? Nézd, egy rendezvény elmaradott, amíg a múlt emléke nem múlik el. Hát az biztos. Hát elmúlik egy rendezvény. Mindjárt tudjuk nagyjából, hogy miről van szó. Tudjuk, hogy miért tagadják azt, amit tagadnak. Tudjuk azt, hogy a magyar történelemről a kormánypártnak egy teljesen más elképzelése van, mint amit a közösségek általában, amit Európában általában vannak. Ne felejts el, hogy van egy magyar Nobel-díjas író, akit Kertész Imrének hívnak, aki egy Sorstalanság című remek művel kapta meg az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjat. Erre provokációként megcsek a sorsok házát. A kertész véleménye az, hogy az emberektől elvették a sorsukat, és akkor van egy sorsok háza. Itt hatalmas, majdnem a polgárháborúig menő különbségek vannak az egyik és a másik oldal között. Az egyik oldalt úgy hívják, hogy Európa, emlékezés, Kertész Imre, a másik oldalt nem tudom, hogy hívják, de bizonyos, hogy nem ezen az oldalon áll. És ha ez tovább és tovább megy, és ezek ebben a sebekben vájkálnak, akkor nem lesz egy békés, szép magyar jövő, hanem még mindig mindenki a saját fájdalmát hurcolja tovább. És ez nem jó. A fájdalmakat csillapítani kell, az emlékeket azáltal, hogy bevalljuk, csillapítani, és valahogy egy olyan típusú megbékélés kellene, amely nem két oldal közötti megbékélés, hanem megbékélés a többségnek a saját történelmével. De erről most szó nincs, amikor azt mondta, hogy a másik oldal, amiről nem tudom, hogy azt hogy hívják, én azt leginkább helyezkedéssel tudnám jellemezni, és akkor valószínűleg a legenyhébb kifejezést találtam meg. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy de jó, hát ha tudjuk el Magyarország, sose tagadtuk, hogy Magyarország is hibás, és tényleg nem tagadtuk hibás, vétkes a szörnyűségekben, de akkor is ezen nincs mit. Kövér László ma is erről beszélt a Lánchíd Rádióban, hogy az emlékművel kapcsolatban az emlékmű nem igényel magyarázatot. Kész. Mert ezt maga Orbán Viktor is mondta, hogy nem igényel magyarázatot. Hát nem igényel magyarázatot. De ezekben mindig ott van a valamiféle politikai üzenet. Tehát nem vagyok antiszemita. Hát ez tényleg nem. Nem, az biztos, hogy nem. Tehát nem mondhatjuk a jelenlegi kormányra, nem úszít, nem antiszemita, aki ezzel vádolja, az nem mond igazat. De amikor nem állok ki konkrét, nagyon határozottan bizonyos dolgok mellett, akkor se leszek antiszemita, vagy nem válok azzá. Viszont megengedek magamnak olyan üzeneteket, mások felé, akikkel egyébként én nem vállalok semmilyen közösséget, amitől esetleg ők felbátorodva érzik magukat. Ez így van, de hát ez rossz üzenet. Azért rossz üzenet, mert nem nekik kellene beszélni, hanem annak a középnek, annak a mondjuk középosztálynak, annak a mainstream, tehát a törzsöke a népnek, vagy a nemzetnek, akiknek túl kellene ezen esni, itt az alkalom. Tehát én azt képzelem, hogy a magyar társadalom java arra vár, hogy ezen túl legyünk. És az az üzenet, ami megy, vagy kiszivárog, vagy átüt ezen a kettős beszéden, az csak a szélső jobbnak tetszett. Most a szélső jobb nem ér ennyit. De mi az, amin túl kell lennünk? Hát túl kell lennünk a hazugságokon. Túl kell lennünk, hogy ez nem volt adminisztratív akármi. Túl kell lennünk azon, hogy kik voltak azok, akik puskatussal verték azokat az embereket, akiket a vagomba tettek. Eichmann bevallotta a tárgyalását, mindenki tudja. Eichmann bevallotta, Wiesenmayer bevallotta. Az egész Nürnbergi per arról szólt, hogy ja Istenem, a magyarok a legjobb szövetségeseink voltak a fő célban. Azt is be kellene vallani, Olga, hogy itt két háború volt.
Volt egy háború, amit nagyon elvesztettek, ez volt a Szovjetunió, Amerika és Franciaország és Anglia, vagyis Európa elleni háború, de egy háborút megnyertek. Szóval a háború a zsidóság többségének elpusztítása volt. Ez egy nyert háború. Mert az utolsó pillanatban körül voltak véve, körül voltak szorítva, már Budapestet így ölelték át, amikor a nyilas suhancok még járkáltak, és Dunába lőttek embereket. Ezt kellene egy kicsit megvizsgálni pontosan, hogy miért volt ez, hogyan volt ez, és nem érdemes a kettős beszédet mondani. Aki a kettős beszédet vállalja, az nem bízik ebben a magyarságban, az nem bízik ebben a nemzetben, amelynek ugyanolyan nemzet tudata lehetne, mint ahogy Franciaországban megküzdöttek az elnyomás emlékével, megküzdöttek a Drancy haláltábora, ahogy Hollandiában megküzdöttek vele. Minden népnek ezt mondta, az éppen azt hiszem Kövér László, hogy nem csak nekünk voltak bűneik. Persze nem, kivétel az, hogy az egyik az bevallotta, a másik az nem vallja be. Ez óriási különbség. Tudj, én azt nem értem, és igazából évek óta azt nem értem, hogy azt tudom, hogy egy bűnbakot keresni az életünkben egy óriási feloldozás. Nem én vagyok hülye, hanem a tanár, ezt már iskolába elkezdjük. Tehát igaztalanul kaptam egyest, pedig tanultam, és te hogy tanultam, és tök jogosan kaptam egyest. De feloldozom magam, az én voltam a trehány, ezen többet nem gondolkodunk, haragszunk a tanárra. És ezt így folytathatjuk az életünk során, hogy ki mindenki. Hibás a főnököm, hibás a feleségem, hibás az anyósom. Tehát mindenkit lehet hibásnak tartani, és mindig magamat mentesítem. Szóval a bűnbak keresésnek van egy ilyen társadalom filozófiája, ezt nem nehéz megérteni. De amikor szörnyűségekről beszélünk, akkor én azt nem értem, hogy nem, soha nem jut, aki zsidózik, vagy játszik ezekkel a szavakkal, nem jut eszébe egyetlen egy kép, amit a tévében, a történelemkönyvben látott, amikor valakinek a gyereke kezét kitépik a kezéből, és utána látja, hogyan ölik meg, vagy az anyjáit, vagy az apjáit. Tehát, hogy ez hogy nem tudja azonnal a fejekben a gondolatokat megváltozni? Hát nagyon nehéz történelme volt a magyarságnak, ez egy nem felmentés, ez csak egy megjegyzés arra, hogy itt a történelmi tudatot... Egyének tudata. Hát ezt nem tudom. De azt tudom, hogy borzalmak történtek, ezekre a borzalmakon nagyon nehéz szembenézni. De feloldozás csak akkor van, ha szembenézni. Na most a magyar történelemről ezek, akiket szóba hoztunk, ezek ilyen bűnbakokat kerül. A magyarság mindig bűnbak volt. Miért? Tudja, hogy mi a bűnbaknak a lényege teológiailag. A bűnbaknak tökéletesen tisztának kell lenni. Tehát egy olyan fehér kosnak, amelynek semmi baja nincs. És azt kell föláldozni a saját bűn. Csak egy ártatlanra tehetem rá a saját bűnömet. És ezt meg kéne tanulni, hogy ilyen tiszta kosok nincsenek. Hogy a teológia ilyen felfogásának történelmileg nincs érvénye. Amit például itt megpróbáltak, hogy a zsidó tanácsok segítettek a zsidókat beterelni, ezek mind kifogások arra, hogy ez nem zsidó kérdés, hanem a zsidók mellett, a nemzet tiszta tudatának a kérdése. Vissza kéne perelni a mi európai szerepünket. Vissza kéne perelni azt is, hogy Európát megrodjantotta a nácizmus, és akkor vissza kéne menni azokhoz a hagyományokhoz, amelyek minket megtisztítanak. És az ember elkezdi olvasni Radnótit és Kertész Imrét, és elkezdi olvasni Jean Amerit mondjuk innen Ausztriából, és elkezdi olvasni Tadeusz Borovszkit Lengyelországból, akkor ezekkel az emberekkel, ha beleélem magam ebbe a tudatba, akkor megtisztulok. És mindenki megtisztulásra vár. Miért? Mert az önérzetünk csak egy tiszta lélekkel lehetséges. Mikor lesz rend a fejekben, és ki múlik, hogy rend legyen? Hát részben rajtam, őszintén megvan. Miért? Mert én írtam egy hatalmas könyvet erről, és tartok előadásokat, például most egy sorozatot Túlélők címen, hogy mi az a túlélés, hogy milyen Az a baj, miközben ismerem a könyveit, és ez alapján az előadásait is el tudom képzelni, milyen vehemenciával és milyen történetekkel tudja alátámasztani a történelmi mondandóját, vagy mondani valót, de hogy nem azokhoz jut el, akiknek baj van itt bent. Olga, előbb-utóbb eljut. Az igazságot, mondta Brecht, nem lehet begyömöszölni vissza. Egyszer kint van az igazság, annak végül győznie kell. Sőt, hát azért nem vagyok én egyedül, nagyon nem. Nézze, 23 történész Ungvári Krisztián vezetésével tiltakozott a Szakály Sándorféle mondani való ellen. A 23 legjobb történészek egyike, Romsics Ignác, kiváló történész, visszavonult azt hiszem a Veritas egyik, vagy valamelyik
hogy Randolph Brehem írt egy levelet a Páva utcai központnak, hogy a róla elnevezett téka nem lehet róla elnevezve. Ez egy hatalmas nyomás. Én tudom, hogy a jelenlegi kormányzat soha nem enged semmilyen nyomást. Ez is tudomásra kell. Soha. Még akkor is, ha a saját érdekeivel ellentétes. A politikája az, hogy amit én mondtam, annak úgy kell lennie. És akkor mire vágyunk a hatalmas nyomással? Hát abban a hatalmas nyomással arra megyünk, hogy például sok embernek majd meg kell enni a szavát, ugye visszagyömöszölnie, mert például az, hogy kérem Szakály Sándor, mondjon le, ez sose fog bekövetkezni. És akkor mit csinálunk? Akkor kell tisztességesen kiállni a saját igazunk mellett. Hát csak nem képzel, hogy egy újonnan kinevezett intézet igazgatója, akinek a munkásságát mindenki ismeri. Ismeri, hogy a gömbös szobrot avatta föl, ismeri, hogy ugye ugyanazt a nézeteket képvisel, mint Boros Péter, aki az emlékezet ügyi főbiztosok egyike, és Boros Péternek nem az a vélemény a magyar történelme, ami nekem, sőt, pont az ellenkezője. Tehát akkor képzel, hogy itt semmifajta visszavonás nem lesz, ez a tank dübörögni fog. Most az a kérdés, hogy mi, akinek komoly lelkiismereti kérdéseket okoz ez, mit fogunk csinálni? Nem tudom, fogalmam nincs. Hát beszélünk róla, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.